Volt forgalom? Hát az elsőtől fogva, igen, 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 megjöttek a dobozok Magyarországról, ugye legelőször magyar áruval nyitottunk, ugye a reklámajándékos része és a Montex-es része, és tele volt dobozzal a bolt, és hát nyitva volt az ajtó, hogy jöjjön be a fény, meg egyáltalán bárki. És már jöttek a vevők, és nagyon aranyosak voltak, mert már a dobozokból szedték ki, hogy és ez mi, és hú, őt ez érdekli, és egyébként kéne neki ez vagy az, kerestük a dobozokból, és hát nagyon nagy élmény volt. Tehát akkor mondtam, hogy első naptól fogva nektek ilyen nagy forgalom van. Nem, azért ez a volt egy fölött felfutása. Nem volt nagy a forgalom, de már első nap volt rá, de már első nap láttuk, hogy úristen, tényleg veszik az emberek, tetszik nekik, tök. És hogy vagytok nyitva, hogy egy héten hányszor, meg egy nap hánytól hányig? Minden nap nyitva vagyunk, tehát nincs ünnepnap, tehát minden nap nyitva vagyunk. És az első három évben úgy voltunk nyitva, hogy mondjuk 10-től este 8-ig. Most ettől az évtől már úgy voltunk nyitva, és már 2015-től már úgy voltunk nyitva, hogy reggel 7-től, és ettől az évtől is tartjuk ezt a reggel 7-et, tehát minden nap reggel 7-től, még este 9-ig nyitva vagyunk egyébként, és most már van egy alkalmazottunk is, úgyhogy már nem bírtuk ketten a munkát, úgyhogy hárman csináljuk volt. És mikor már szabad napotok akkor, hogyha minden, vagy felváltva? Ilyenkor. Az mikor? Március elejétől, mondjuk most majd március 10-ig körül fogunk nyitni, október végéig, mondjuk 20-25-ig, minden nap dolgozunk, tényleg. Nagyon-nagyon kemény 8 hónap, viszont ilyenkor 4 hónapig sem nem csak pihenünk. Úgyhogy mi ilyenkor regenerálódunk, ilyenkor pihenünk, ilyenkor tudunk hazajönni, viszont ez a 8 hónap az nagyon kemény. Illetve azért el kell mondanunk, hogy Pamplonai Rap révén, ugye amikor a San Fermín Fesztivál van, akkor minden pamplonai menekül el messze a várostól, és itt teszünk mi is, mert akkor ellepik a várost a egész világból érkező turisták, és brutál őrület fesztivál van a városban, és olyankor mi is egy kicsit elmegyünk. És ott is futnak a bikák a ti utcátokban? Mi utcánkban nem. Tehát a két sarokkal lejjebb futnám, de egyébként nem is úgy volt. Az egész első évben ott voltunk, de hát nem zarándok voltnak való a San Fermín. Úgyhogy ott van még egy pár nap, amikor pihenünk, de egyébként mindig ott vagyunk. Tudtok mondani olyat, hogy mi az, amit a leginkább keresnek a hozzátok betérő emberek? Igen. Botvég. Körülbelül szerintem olyan 1500 botvéget adunk el egy évben. De még ennél szerintem több koncsát adunk el, kagyút. Amit ugye föltesznek az ajándékok. Ezt a klasszikus fehér. Igen, ugye lehet nálunk választani, mert nagyon menők vagyunk, hogy sima fehér vagy keresztes, mert ugye egy csomó embernek ő nem viszi a kereszteset, vagy ő neki nem jó, tehát azért volt ilyen igény, és akkor szerintem olyan 2000 kagymót adunk el egy évben. Ne sokkal többen. Ne többen? Hát sokkal többen. Hát sokkal. Igen, de a kagymó egyébként a nagyon-nagyon. Meg egyébként a képeslap, de ezt el kell mondani, nagyon imádják a képeslap, ez a kettő, ami legjobban, meg a botvég, igen. De mind a felszerelés, mert ugye szerintem azért vagytok, én zarándok szemmel, vagy zarándok agya gondolkodva egy zseniális helyen, mert ugye aki Saint-Jean-ból indul, annak ugye a harmadik nap végén van ott Pamplona, és három nap ad, meg ugye ott a Pireneusok. Tehát ez a három nap ez pont arra elég, hogy rájöjjek, hogy szorít a cipő, nem jó az okni, ú, de kéne egy esőkabát, ami nem ázik be, és akkor pont ott van egy bolt, ahol ezeket be tudom szerezni. Igen. Tehát, hogy az ilyen túra felszerelések közül, a bot végen kívül, mi az, ami még? Hát cipő. Cipő? Igen. Szandál. Tehát, hogy így minden, ami... De egyébként minden törölköző, mert elhagyta. Igazából minden, de szerintem nagyon sok cipő, szandál és hátizsák, nem? És az árut, amikor beszerzitek, ezt ilyen bizományos rendszerben, vagy meg kell vennetek? Meg kell vegyük. Tehát egyáltalán nincs szó bizományról. Ezt egyébként én sem tudtam előtte, hogy így mondjuk ezek az outdoor voltok, hogy működnek. De mivel mi akár honnan jöttünk és akárkik vagyunk, senki nem kezdett el velünk úgy dolgozni, hogy bizományba megvehettük a dolgokat, úgyhogy minden, ami az a boltunkban van, az mind általunk megvett dolog. De azért van rizikó.
Persze. Persze. De szépen lassan növekedtünk. Tehát abból, hogy 2 beszállítóval indítottunk, most már 45 beszállítóval dolgozunk. Most már spanyolokkal is. Nagyon sok spanyollal. És most már nagy márkáink is vannak, úgyhogy tényleg most már van tevánk. Tényleg, tehát most már ilyen nagyon nagy számokkal kell gondolkodni. Erre az évre 150 pár tevaszandált programoztam be, ami tényleg nagyon nagy volumen. Kín szandálunk van, Altusszadózóban és spanyol. Kolumbiával kezdtünk el tovább dolgozni, nagyon-nagyon szeretik a vevők, és nagyon jó termék. Úgyhogy most már egyre több márka áll mögöttünk, hogy mi is egyre büszkébbek tudunk lenni a boltunkra, de minden egyes terméket meg kell vegyünk, mert ez nem bizomány. Majd ha a vevő megveszi, mi is kifizetjük. Nem. Úgyhogy meg az Osprey hátizsák, amivel elkezdtünk tavaly dolgozni, tehát imádják, nagyon szeretik, tényleg, nagyon jó minőségű. Úgyhogy azzal is elkezdtük próbálgatni 3-4 modellel, úgyhogy most már abból is rengeteget terveztünk erre az évre, és most már nagyon sokféle modellünk van. Úgyhogy próbálgatjuk, és ami megy, azzal növekszünk. Úgyhogy ez így évek alatt, ahogy mi is növekszünk, meg a tapasztalataink is, tényleg így egyre nagyobbak vagyunk. Mi volt a legextrémebb dolog, amit kerestek nálatok? Gondolom, erről nagyon sok sztoritok van. Hát nekem hűtőgép. Majd egyszer kerestek. De zarándok volt? Nem zarándok volt, de bejött. Ú, pont ilyen hűtőgépet szeretne, hogy árulunk-e hűtőgépet. Nem, hűtőgépet nem árulunk. Tehát ilyen volt, de egyébként meg keresnek mondjuk becázáshoz madzagot, vagy mi ez, Danilt, meg nem tudom, voltak azért... Fürdőköpeny volt, valaki azt szerette volna cipelni. Igen, meg mindig vannak olyanok, aki a legérdekesebb, amikor bejön valaki Ausztráliából, és Ausztráliában van egy zokni márka, a Csumpi Macski zokni, és ő a Csumpi Macski zoknit szeretne, mert az bambuszból készül, és nem tudom mi, csak az a jó, hogy van ilyen zoknik, nincs ilyen zoknik. Hát, mondom, bocs, pont ez az ausztrál márka nincs, tehát vannak ilyenek, tehát inkább ilyenek vannak, amit így tényleg ilyen extrém márkákat kerestek, amikről nem is a nevét sem hallottam még soha egyébként, de neki pont az kell. És olyat lehet mondani, hogy ki az a, tehát milyen nemzetiség jön be leginkább, vagy ebben nem tudtok általánosítani, jön mindenféle? Mindenhonnan jönnek egyébként. Tehát minden nemzetiség, tehát minden nemzetben jön egyébként, meg körülnéz, az más, hogy kinek mit enged meg a pénztárcája. Tehát abban látjuk inkább a különbséget. Mindenki vásárol, ugye vannak olyan országokból jövő zarándokok, akik nem engedhetik meg a legmagasabb minőséget, meg a legmagasabb árat, viszont vannak olyan országok, ahol rá se néznek az árra. Neki melyik a legjobb, oda megy, és már is fizeti. És csak amikor fizet, akkor tudja meg, hogy mennyibe kerül, nem érdekli. Tehát ilyen is van, tehát nagy különbségeket észlelünk, de próbáltuk úgy kialakítani az árukészletet, hogy professzionális tucaink is legyenek, meg kvázi kínai, vagy tehát olcsó kategóriájú dolgaink is, hogy mindenki a pénztárcájának megfelelően megtalálja a magának való terméket. És volt valami nagyon számotokra nagyon különleges ország, ahonnan vevő érkezett, Feröer-szigetek. Igen. Hát meg Kína, Tájvan, sok, tehát gyakorlatilag a világ összes országáról. Törökország például tök érdekes, hogy ez egy kvázi katolikus út, amiről beszélünk, de török zarándokok egyébként volt egy-kettő. Egyébként izraeliek egyre többen vannak. Megmondom, volt Szingapúrból voltak például, dél-amerikaiak rengetegen, mondjuk ő neki könnyű, mert spanyol mindegyik beszél. Tényleg is ti a spanyol nyelvvel, akkor mondtátok, hogy amikor még nem volt az ötlet, akkor nem beszéltetek spanyolul, de most már, hogy kint vagytok már 3 éve, hogy álltok a spanyol nyelvvel? Gondolom azért az, hogy kell a munkához, nem? Persze, teljesen kell, és nagyon nehéz volt az elején egyébként, nagyon. Tehát ugye a legelső ilyen sztori, amiben ütköztünk, amikor céget alapítottunk, és nem tudom hány oldalas, 8-10 oldalas cégalapítási okirat spanyolul volt. És már ott ültünk az angolul beszélő ügyvédünkkel a közjegyzőnél, és mondta, hogy jó, oké, de hát hogy így hogy írjuk alá, hogy nem tudjuk, hogy mit írunk alá.
És hát óriásnak telefonálgatás volt, hogy valaki ismere bárki, bárki magyart, aki a városban, aki majd nekünk lefordítja. Úgyhogy hát addig-addig teljesen ott ilyen fél óra, egy óra egyeztetés volt, meg szaladgálás, de végül nagyon nehezen beleegyezett a közjegyző, hogy jó, akkor az ügyvédünk majd nekünk angolra átfordítja, és akkor mégis így írtunk.